De elég közel 30-an jöttek el Obrenovácról. Az elégedetlen károsultak attól tartanak, hogy esetük politikai kérdésé fajul. Az obrenováci település képviselőjeként 126 családi ház közel 600 lakója nevében beszélek, és már tegnap is elmondtam, hogy nem támogatunk semmilyen politikai színezetű kezdeményezést. Az egybegyűlteket biztosították arról, hogy mihelyt Alekszandar Vucic kormányfő visszatér Moszkvából, értesíteni fogják az obrenováci polgárok követeléseiről. Az iktatóban átadtam az obrenováci polgárok követeléseit, és a kormány illetékes titkárságára is eljuttattam. 9 pontban foglaltuk össze követeléseinket. A többi között azt, hogy sürgősen július 25-ig folyósítsák a megígért 250.000 dináros segélyt, hogy a községben vezessenek be ideiglenes kényszerigazgatást, mert az önkormányzat felelőtlenül végzi a munkáját, hogy tűzzenek ki pontos határidőt a családi házak felépítésére, és hogy mentsenek fel bennünket a kommunális kötelezettségek fizetése alól. Az elégedetlen obrenováciak 14 óra tájban távoztak a köztársasági kormány épülete elől.